Jászberény város nevében, és magam nevében is tiszteletem köszöntöm Önöket Jászberényben. Jászberény város polgármesteri hivatala adott otthont a Tánc és Szakralitás című tudományos konferenciának május 11-én, melynek megnyitása a városvezető tisztje volt. Jászberény polgármestere örvendezett a hagyományteremtő céllal megrendezett konferenciának, melynek szerinte nagy létjogosultsága van Jászberényben a néptánc fővárosában. A tánc ősidők mód, egy gondolom csak én látom, ősidők óta az ember életében benne van. Ősidők óta él együtt az ember a táncon. A tánc fontosságát, állandóságát Pap Imre, a Jászság Népi Együttes alapítója szögezte le a konferencia előtt. Hát ezzel a témával eddig még ilyen formában nem foglalkozott a tudományos élet, és azért gondoltuk azt, hogy egy új hagyományt szeretnénk teremteni Jászberényben, és hát hol máshol, nem Jászberényben. A Csángó Fesztivál Alapítvány titkárának és egyben a tudományos konferencia rendezőjének rég dédelgetett álma vált valóra, a tánccal és szakralitással foglalkozó ülés megvalósulásával, ahol neves, elismert előadók kaptak és fogadtak el meghívást. Csak Szöul városában több mint 2 millió sámán, bejegyzett sámán van. És ezeknek legnagyobb része sámán asszony. Dr. Hoppá Mihály, a Széchenyi díjas etnológus, folklorista, világhírű sámánkutató előadásában egy dél-koreai utazásról számolt be, ahol volt szerencséje egy sámán asszonnyal is találkozni. Egész világon megfigyelhető, hogy a sámánság újjáéled. Miért? Mert a népeknek az identitását a sámánok igen kitűnően tudják karbantartani. És az identitás az egyik legfontosabb dolog egy nép életében. A sámánkutató professzor előadásában kitért a közösségi rítusok kialakulására is. Elmagyarázta a transztánc fogalmát, mely egy megváltozott tudatállapot hatására alakul ki a közös táncélmény eredményeként. Ez minden emberre érvényes a professzor szerint, ezért érdemes odafigyelni a zene és a tánc együttes, szakrális eredetének hatására, fejtette ki közönségének. Én azt gondolom, hogy ez a hagyományteremtő konferencia mindenképpen hozzá fog járulni ahhoz, hogy mi egy kicsit szélesebb aspektusból láthassuk a mi magyar népi kultúránkat, a táncainkat és azokat a rítusokat, amelyek ehhez kapcsolódnak. Péter Bence Anikó, az egyébként kétnapos konferencia rendezője, nagy lehetőséget lát a tudományos ülésben, melynek eredményeként a magyar táncok is új értelmet kaphatnak. A konferencia 2019-ben már második alkalommal fog foglalkozni a tánccal és a szakralitással. Valódi művészek is egyben.